December 4-e van, srácok! Na nézzük, mi van benne! Single Hill Whiskey 40%. Szóval ez egy kanadai whisky, ami kukorica és barleyből készül, szóval ez nem is lehet olyan rossz. Már olyan 11-15 ezer forint környéki, szóval hol vannak itt a drága tételek, meg a kóstolók, de nézzük meg. A színe azért ez egy sötét, borostyánosabb szín szerintem, szóval jóval sötétebb, mint az előző három whisky. Illatra, ez olyan, mintha valami rumos hordóba illatoltam volna most bele. Ez valami extrém. Tényleg valami kókuszos, vaníliás, kicsit spicy, kicsit fűszeres. Ez illatra amúgy nagyon ilyen, tényleg, mintha egy rumot szagolnék, vagy illatolnék meg. Na srácok, wow, őszintén, édes, vaníliás, karamellás, olyan, mintha egy tömény, ilyen aprikolt brandy kicsit. Amúgy komolyan, olyan, mintha ez nem rum véletlen. Brutál. Szóval ez a Single Hill Whisky, most hiszem először, de olyan, mintha egy valami rumos mámor vagy csodát innék. Aki amúgy ilyen rumosabb tételt szeretne, mégis whiskyt, szerintem ez 10 per, figyeljé, mert 9 nálam. Ha whiskyben nézzük, 10 per 6, de hogyha így összetett be ízarányba, nálam ez egy 9-es. Tényleg ráillatolok, és annyira ilyen mazsola, kókusz, vanília, mint a tényleg egy ilyen karibi rumot, rumos hordóba illatolnék bele. De ízre is amúgy. Ha a mai rész is, akkor dobjatok egy lájkot, és kövessetek be, mert holnap jövünk egy újabb tétellel.